just want to apologize to Mike's mom and Josh's mom and my mom. I am so, so sorry, because it is my fault, because it was my project. I am so scared. Higgy örök szerelemben. Higgy az örök életben. Egy pogány monda szerint az elhunyt ember lelkét egy holló kalauzolja át a túlvilágra. Néha, de csak nagyon ritkán, ha felborul a dolgok természetes rendje, ez a holló vissza is hívhat egy lelket, hogy helyrehozza a dolgokat. Higgy a bosszúban. Higgy az angyalokban. Brandon Lee, a holló. Agyrém! Figyelnél rám egy kicsit? Szeretnék bemutatkozni. A nevem Trickster. Mi volt a címe annak a bizonyos filmnek? Halál, halál, halál. Halál, halál, halál. Úristen, nem találok szavakat. Michael már látta? Megőrültök érte. Játszott is vele. Üdv, indulhat a játék. És többször megküzdött az iskola igazgatóval. Agyrém! Játék a megfélemlítés legszélsőségesebb eszközeivel. Nélkülem nem sikerül. Te ne szólj bele. Te a játékhoz tartozol. Úgy gondolkodj, mint egy gyerek. Ne hagyd megoldási lehetőséget. Ne maradjanak se tanúk, se bizonyítékok. Mike ennek a kihívásnak nem tud ellenállni. Teljesen valóságosnak látszott. Azért nem hittem volna, hogy ilyesmit beveszel. De ebből a játékból nem menekülhet. Szörnyű gyilkosság történt az egyik békés kertvárosi negyedben. Te vagy a tettes? A kölyök nélküled soha! Ez már nem is játék. Gyilkossági csok, ez a valóság. Ez nem igaz, ez mind valóság! Mindjárt létezünk. Mi a különbség? Nem! Nem én öltem meg, nem is ismertem! Most már mindegy, egyedül nem élettem. Te kezdted az egészet, te hívtál életre, és most félsz végig csinálni? Úgyis megölöm! Akkor öld meg! Játszd végig! A tanúnak meg kell halnia! Ne! Edward Furlong, Frank Langella és D. Ryder Smith Trickster szerepében. Agyrém. Alig várom, hogy láthassam, megteszed-e? Agyrém. Bemutatja az Intercom. Figyelmeztetés. Figyelmeztetés. Óvakodjanak a múmia átkától. Beware, you infidels and unbelievers. Take heed of the curse. Do not meddle with the secrets of the dead. A Columbia Pictures bemutatja a Múmia átka című filmet. I must take you into my confidence and warn you. There is a curse which says that all persons present at the opening of a pharaoh's coffin and who gaze at the face of the mummy therein shall die. You have been warned. You have been warned. Terence Morgan, vigyázz! Utolérhet a múltat. Beware. Your past may catch up with you.
Ronald Howard, vigyázz! Hagyd nyugodni az alvó múmiát. Fred Clark, vigyázz! Nehogy az arany legyen az istened. És te, Jane Roland, óvakodj egy jóképű idegen szerelmétől. És ti mindannyian, óvakodjatok megtudni élet és halál titkát. You cannot run away from the curse of the mummy's tomb. We're all doomed to die for this act of desecration. Egy félelmetes történet egy 3000 éves egyiptomi múmiáról, aki kikelt a sírból, és elindult London külvárosába, hogy bosszút álljon, mert háborgatták álmába. Hölgyeim és uraim, meghívjuk, hogy saját kockázatukra legyenek jelen a múmia sírjának felnyitásán. A múmia átka. A Vico filmjei az ön kedvenc filmjei. Támadók a Marsról. Fantasztikus történet egy idegen bolygó szuperlényeinek földi kalandjairól. Támadók a Marsról egy ellenséges civilizáció küldöttei. Támadók a Marsról, akiktől a Földet meg kell védeni. Támadók a Marsról, a Vico filmje a kölcsönzőkben. Hat idegent meghívtak egy estére. Ha fent tudnak maradni hajnalig, fejenként $1,000,000 üti a markukat. Az egyetlen gond csak az, hogy nem valószínű, hogy túlélik az éjszakát. Kezdődjék a játék! Van ott valaki? Azt hiszem, találtam valamit. Nyissátok ki! Steven, ugye csak te szórakozol? Nem! Az a kísértett hegyen. Forgalmazza az Intercom. A gonosz imád bulizni. A Szorn család több emberöltő óta hatalom, hírnév és roppant vagyon birtokosa. Robert Szorn nagykövet és felesége Catherine, tökéletes házassága fiúk, Damien születésével teljesedett be. Ám amikor a gyermek 5 éves lett, valami szörnyűség történt. Majd megtörtént még egyszer. Gyilkosság volt? Vagy véletlen? Vagy talán ómen? Nézd ide! Érted teszem! A lélektani bizonytalanság filmje. Aminek meg kell történnie, megtörténik. Gregory Peck, Lee Remick, Omen. Bent voltam a kórházban, ott, ahol a fia született. Ők látták az anyját. Látták az anyját. Tele vagyok félelemmel. Félek. Ne félj semmit, jó. Látták az anyját, Mr. Saul. Ő a feleségem. Az anyját. Mit akar ezzel mondani? Az, hogy az anyja... E
ez nem lehet ember gyereke. Csak ne hibázzon. Vannak, akik meghalnak érte. Vannak, akik ölnek miatt. Ki ez a gyerek? Mit akar? Honnan jött? Meg tudja valaki állítani? Gregory Peck, Lee Remick, Omen. Ha ez mind igaz, véget ér valaha. Forgalmazza az Intercom. A múlt borzalmai baljós jövőt sejtetnek. Ami korábban történt, csak ízelítő volt az iszonyatból. Az csak figyelmeztetés volt. William Holden, Lee Grant, Damien, Omen 2. Meséljen Damienről. Miféle gyerek? A testvéred fia, hisz ismered már 7 éve. Szóval nem hiszed el? Nem. Vége! Az egész ostoba történetnek vége! Kiszabadítunk! Ne hívd föl magadra a figyelmet. Nem veszel tudomást Damienről. Nem viselkedhetsz így. Beszélned kell vele. De... Eljön majd az a nap, amikor mindenki megtudja, hogy ki vagy te valójában. Én tudom, ki vagy. Na ki? Mark, nem találkozhat Damiennel. Nézd ide, Mark. Damien, még nem értesz mindent. Olvasd a Bibliát. Azonnal hozzák ide! Szüksége van rá! Nekem is! Damien, Omen 2. A többi gyerek miért nem ilyen? Nem értelek. Damiennek más a személyisége. Mi az, hogy más? Ez mit jelent? Évek óta járok ezután a történet után. Jogom van megtudni. Kérem, uram, hallgasson meg! Az első eset csak figyelmeztetés volt. Öt haláleset, öt szörnyű titokzatos baleset. Mindnyájan veszélyben vagyunk. Képtelen vagyok elhinni. Pedig ez az igazság. Megölte Markot, megölte a többieket, és nem tudja abba hagyni az öldöklést. Bárkit bármikor képes megölni. Várj egy kicsit, várj meg, kérlek, hallgass meg! Ann, láttam, hogy halt meg Charles, és láttam akkor Damien arcát. William Holden. Hol van Damien? Lee Grant. Damien, Omen 2. Az első eset csak figyelmeztetés volt. Forgalmazza az Intercom. Lehetséges, hogy a baleset áldozata a városunkat 3 éve rettegésben tartó gyilkos. 5 másodperc is megvan. Mi volt ez? Áram kivaradás a vihar miatt. Elveszítjük! Meghal! Gyerünk! Az éjjel meghalt egy gyilkos. Hová tűnt a halott? A testét eltemették. De a lelke, ez lehetetlen. Újra életre kelt. Jól figyeljen rám! Kivel beszélek? Megölöm a barátaim. Mintha itt lenne még velünk valaki. A gyilkos ebben a kórházban halt meg. A maguk számítógépére volt kapcsolva.
néz? Valaki üldözi a fiamat és a barátaimat. Számítógéppel képtelenség embert ölni. Itt van. Kész vagyok. Nem a számítógépben van. Nem lehet előle elmenekülni. Legyőzhetetlen. Szellem a gépben. Lidérc nyomásra kapcsolva. Forgalmazza az Intercom. A fiam nagyon, nagyon zavart személyiség. El sem tudom mondani, milyen veszélyes ember volt. Nem csak volt. Az. Ő nem zsaru. Nincs szüksége se nyomokra, se bizonyítékokra. Elég, ha oda megy a gyilkosság helyszínére és látja az egészet. Scott ügynök? Évek óta nem volt itt ilyen gyilkosság. Bezúzta az arcát, levágta a kezét. Ettől indul be. Ő James Costa. Azt mondja, látta az egész gyilkosságot. Láttam azt, aki ezt tette. Oké? Láttam, tudom, hogy néz ki. Le tudom rajzolni. Lehet ez a fia? Lehetne. De a fiam 19 éve halott. Életeken gázol át. Ezt teszi Martin Asher közel 20 éve. Első áldozata ismeretlen. A bűncselekményt balesetnek álcázta. Megrendezte a halálát, majd felvette a fiú személyazonosságát. Olyan, mint a remeterák. Ha kinövi a páncélját, újat keres. Ő az. Tud róla, hogy beszéltem a rendőrséggel? A csali mindig meghal. Csak így kaphatjuk el a fickót. Mit mondtál rólam a saruknak? Fegyvert eldobni! Ezt még megbánod. Segítsenek! A Warner Home Video Magyarország bemutatja. Itt valami szörnyűség fog történni. Életeken át. DVD-n és videókazettán.